azért, hogy ezt nagyon exaktul elmagyarázzam, ahhoz hosszabb időre lenne szükségünk, meg sincs, de megpróbálom röviden. Tehát az orgona építéskor, gyerekeknek úgy szoktam mondani, hogy ez egy nagy várkastély. És ez a nagy várkastély, ez eloszlik nagy termekre, amibe katonák vannak. Most egész pontosan ennek az orgonának 6 műve van, ugye orgona szaknyelven, de a várkastélynál maradva akkor 6 nagy terme. Az egyik nagy teremben vannak a pedálhoz tartozó sípok, a másik nagy teremben sorba az összes manuálé, és akkor így lenne 5 nagy terem, de ezért mondom, hogy van egy virtuális is, az a 6. nagy terem, tehát így ez az orgona, ez 6 műre osztik, és annak, hogy miért nincs egy 5. manuál, az a nagyon egyszerű oka van, hogy ugye ennek az orgonának elsőként volt az országba lenti átfogasztala, amit majd ha ott sétálnak, akkor láthatják, azt ha többen lettek volna, és nem féltek volna el itt, akkor abban az a szerencse, hogy ott ki lehet tolni középre, és mindenki látja, mert azt gondolom, hogy tényleg az egyik legérdekesebb hangszer, hanem a legérdekesebb a hangszerek közül, és általában nem látható. De itt ez már 2008 óta megoldható, hogy látják az orgonistát, most tavaly csatlakozott ehhez a Mátyás templom is. Ehhez a sorhoz ők is megépítették a lenti játszóasztalt, tehát az az asztal az kész volt, az itt volt fönt, és annak 4 manuálja volt, és hát nyilván egy ilyen bővítés az nagyon nagy költségekkel jár, és hogy legalább azt az asztalt ne kelljen kidobni, ezért nem épült 5. manuál, meg hát azért sem, mert azért bármennyire ügyes egy orgonista, maximum egyszerre 4 manuálon tud játszani, tehát már akkor is ügyesnek kell lenni, tehát általában csak 2 játszunk, de azért van olyan darab, ami 3-on kell. 2 kézzel, de 5-ön nincs olyan ember, aki tud egyszerre játszani. És ezért az 5. manuál nem épült meg, csak virtuálisan hozzá kapcsolható, így a kapcsolókból lehet látni, ugye az első manuál a főmű, és akkor 1+2, 1+3, 1+4 és 1+5 is van, ami ugye nincs itt, de hozzá kapcsolható. És egyébként azok a vízszintes trombiták, amik ebbe az 5. manuálnak a kastély tervében vannak, amik más orgonákon impozásan díszítik a homlokzatot, így kifelé állnak. Itt is megvannak ezek, csak nem látszanak, és mivel a műemlék ezt nem engedte, hogy ez itt ilyen látványos legyen, ezért aki középen belkupucskál és szemfüles, az látja ott a sípok mögött, középen fönt, hogy állnak így vízszintesen ilyen sípok, és azok a vízszintes trombiták, azok minden orgonának a leghangosabb regiszterei. Azt is megmutatom, hogy